Jó reggelt. Azért ezt meg tudnám szokni. Erre ébredni. Nem rossz. Morning. Így szoktunk reggelizni. A szokásosat. Esszük ma is, mert visszatérő vendégek vagyunk. Morning. Na, melyik legyen? Azt kérem szépen ezt a pálmácskát. Köszönöm. Tessék, ja? Tessék. Holnaptól már a reggelinket is fejből hozza. Mert ezt már fejből hozta. Na, hát ez... Ez a reggelink. Nem rossz, azért hozzáteszem. Idegenkedtem attól, hogy tájreggeli tegyek, de most már másodszor eszem is. Sokkal jobb. A mai vlog epizódban először megnézzünk itt az öböl túlsó oldalán egy igazi szellemhotelt, a Grand Laguna Resortot, ami valamikor szebb napokat is megélt, aminek az a különlegessége, hogy egy bizonyos téma köré építették az egész hotelt, például a főszárada is egy nagy tengerjáró hajóra hasonlít, vagy lehet, hogy nem is hasonlít, hanem az is. Valamikor tényleg gyönyörű volt, és most nézzük meg, hogy milyen izgi lesz. Csak bejutottunk a Grand Lagunába, ami egyébként a főbejáratnál le van zárva, de találtunk egy hátsó bejáratot, ahol se tiltótábla nem volt, hogy nem lehet bejönni, és ráadásul nyitva is volt, hogy körülnézünk. Az elhagyatott Laguna nyomában című kalandműsorunkat látjátok éppen. Teljesen kihalt területre fogunk most bemenni, és már látszik is ott. A térben. Sziasztok! Vannak társaink is a kalandban. Pár éve még szálloda, ma meg már csak egy hajóroncs. Igazából a hely is durva, de ami igazán durva, azt tudod mi? Az ez. Én csak levidózom, ami itt van. Ez egy nagyon szuper hely lehetett, amikor ment. És nézzétek meg, ilyen a part, amikor teljesen természetes közegében van. Minden hordalékkal, sajnos minden szeméttel is. Egy lélek nincs itt. És egyébként egy csodálatosan szép part. Hordalékot eltakarítva, tip-top lenne. Ez is virágzó paradicsom volt itt, és most kb. Az enyészetém. Na
volt a Discovery-n pár évvel ezelőtt egy sorozat, az volt a címe, hogy Élet az emberek után, és bemutatta, hogy mi történne világunkkal abban az esetben, mindig egy-egy külön témára specializálódva, hogy ha megszűnne az emberiség. Hát ez konkrétan Élet az emberek után. Elrabott a nagyhajónak a bejáratánál. Kígyókkal is találkoztunk. Szóval az úr, itt már újra a természet és az élővilág. Jó volt ezt is látni. Folytsuk le ezt egy mangósékkel szerintem. Goodbye guys! Bye! I'll just like send you... Thank you! Thank you! I got a feeling that tonight will be the best night I can feel in. When I see you around, my heart is set to healing. I got a feeling my love turns off. If you want to dance, you have to try get it on. Just you and me, forget about the time gone. Január 3-a van, az év első munkanapja. Egy jó kis délutáni masszázs Tájföldre. Többek között ezért is érdemes eljönni. A fantasztikus masszázsért. Már aki szereti. Kezdődik. Nagyon jó. Hát szívem, full extrát kapsz. Két masszörnőd is van. Ezt nem tudom, hogy érted el. Én itt maradtam egyedül. Brutálisan jó volt ez a masszázs, iszonyúan hiányzott már. Tényleg két éve nem volt ilyen jó masszázsban részünk, mint most itt. És aki Tájföldre jön, annak tényleg kötelező elmenni egy masszázsra. Mi azért megvártuk a 8. napot, hogy a teszt után legyünk legalább. Hogy nehogy valami x-el legyen még ezzel is, de innentől fogva szerintem jövünk minden nap. 250 baht, 1 óra tájmasszázs. Ingyen volt. És 150 volt a pedikűr. Ugye említettem, hogy bármennyire is nehéz volt ide kijönni Tájföldre, de nagyon megérte, mégis. És oké, túl vagyunk most már minden teszten, és hála Istennek megúsztuk mindent, de azért ez nem egészen ennyire fekete-fehér. Mielőtt kijöttünk volna mi is, azelőtt egy 4-5 nappal mi már nem nagyon mentünk otthon sehova, vigyáztunk. Tényleg mindenhol már maszkban voltunk. Mert tudjuk, hogy milyen ez az alaptomos vírus, megfertőzött, sokszor nem is tudsz róla, de a teszt kimutatja. És ezt el akartuk kerülni. Aki ezt nem tudja megtenni, az tényleg inkább gondolja át az utazását. Másrésztről, mikor utaztunk, akkor egy olyan maszkot választottunk az utazáshoz, ami elvileg 99,98%-os védelmet nyújtott. Itt egyébként a felső sorokban a link, meg lehet nézni. Készítettem róla egy külön videót is. Szóval a lényeg, hogy volt egy kis macera, tényleg vannak olyan országok, Mexikó, Maldív-szigetek, ahova nem kell kvázi ez a macera. Viszont ha itt vagy, itt tényleg nincs Covid. Mindjárt megijön a terem. Azért ilyet se látunk minden nap, így az út szélén. Eloka. Jó a pi! Ja, csá! Bejöttünk ide a Bang Bao kikötőbe, ahol van mindenféle étterem. Pörög a turizmus, népsorolvasás, megy a taxi. Úristen, milyen élet itt hirtelen. A nagy semmiből. Itt mennek a hajók. Figyelj! Kokod, booking here. És ez elmaradhatatlan 7-Eleven, ami 5 méterenként mindenhol van Tájföldön.
a feeling that tonight will be the best night I can feel in. When I see you around, my heart is set to healing. I got a feeling my love tonight's up. If you want to dance, you have to try. Azt a minden itt nagyobb, mint te. Benne se fél a képbe az étlap egyszerre. Ez Morning Glory? Nem. Spárga? Akkor hínár. Valamilyen káposzta, de bárcsak ott van jelen a káposzta, imádnám. Imádnám. És megjött a fő attrakció. Csirivel, okhagymával, sóval. Ez tinta hal. Sült bazsalikommal. Hú, de jó. Ugye? Húf, rendben jó. Azt mondom. Úgy a konyhán keresztül jössz és mész. Úgyhogy nincs zsákba macska. Köszönjük. Fini volt. Hát, 10-et kapunk. Aha, 30-ban. Gyerekek, itt a sok robogó között mit találtam? Aztán... Egy titán Z4-est. Na, szupi. Tájföld, jön föl. És vissza is érkeztünk a szállásra. Ez a mai nap ennyi. Remélem tetszett ez az epizód. Maradjatok a vlogon továbbra is, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna. Sziasztok!